Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévíz című műsorában, és köszöntöm Pullai Andrást, a Publikus Közönkutató Intézet vezetőjét, szépen. Elnökét, vezérigazgatóját, és mindenféle tisztulussal elláthatom őt. Szervusz, és örülök, hogy újra itt vagyunk. Döntően két dologról szeretnék veled beszélgetni. Az egyik az, hogy az euró barométer, ha jól mondom. Van egy olyan, igen. És a te kutatásod között feszül-e valamilyen ellentét, vagy nem? Ugye az egyik azt mondja, hogy nagyon jelentősen, ez az euróbarométer, nagyon jelentősen csökkent Magyarországon az Európai Unió támogatottsága, ami egy ijesztő adat, miközben te azt mérted, hogy a magyar lakosság 84%-a, jól tudom. Az ezelőtti mérésünk volt, és ahhoz képest nálunk is csökkent. Igen. 75%-ra, tehát közben 9-10% pontot csökkent az előző méréshez képest. De még így is elég nagy. Tehát a trendek azok hasonlóak, a trendekben hasonló folyamatokat látunk. Látunk egy hibahatáron túli csökkenést, azt mondom, nálunk ugye 9% pont. Az nagyon nagy egyébként. Az egy mennyi időben? Körülbelül talán 5 hónapos eltérésben, de hogy az mindenképpen egy figyelemre méltó különbség, de ugye ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy van honnan. Igen. Tehát azért 84% az nagyon magas. Nyilván akkor egyébként ugye egy felfokozott időszakban volt, ugye háború zajlott, választások voltak Magyarországon, választások után voltak Magyarországon, tehát hogy egy ilyen nagyon felfokozott helyzetből volt a magas. Igen. És ahhoz képest becsökkent 75-re, ami egyébként nem alacsonyabb, mint egyébként szokott lenni. Tehát igazából 84 volt az, ami magas volt valójában. Ugye akkor volt az ágenda, hogy az Európai Unió, mint egy ilyen, nem csak egy politikai egység, hanem mint egy katonai egység is fellép. Nyilván van egy katonai lába, de nyilván az nem egy erős, meg nincsenek katonái, csak döntéseket tud hozni, fegyvereket tud szállítani, ugye tudjuk azóta a történés ezzel kapcsolatban lépés. Szóval az Uniótól, ugye a NATO-tól a magyar választópolgárok elvárták azt, hogy azt a békét, amit az elmúlt 40-50 évben megteremtett az Európával, azt a békét teremtse továbbra is. És akkor az Európahoz való húzódás, mint egy ilyen béketeremtőhöz való húzódás, az akkor kimutatható volt a számokban. De mondom, igazából a 84 az a magas, és nem a 75 az alacsony. Talán így tudjuk mondani. Nyilván a csúcsponthoz képest csökkentünk. De nem kell megérni? Megérni nem kell, de azért tartsuk százon a puskaport, ugye, igen, hogy azt az euróbarométer engem megijesztett. Ott talán, igen, nyilván ez egyébként az, tehát időpontban is esetleg eltértek egymástól az adatfelvételek, az is okozhatott. De más is kérdeztek? Lehet, hogy más is kérdeztek, más volt a kérdésének a sorrendje, tehát hogy több minden, ami befolyásolott ezeket a dolgokat. Nyilván ezt a második, harmadik kutatás ezeket mindig tudja validálni, fogja is majd a megfelelő pillanatban. Szóval, megérni nem kell, de a puskaport azt érdemes szárazon tartani. Ugye zajlik egy nagyon éles Brüsszel ellenesség, ami nyilvánvalóan egyfajta EU ellenesség, meg Európa ellenesség is, meg a kormány részéről. Egy kultúrkörről való leválasztás, és az most már szisztematikusan zajlik évtized nem is, de hogy mondjuk majdnem egy évtized, 7-8 éve szerintem zajlik. Ugye a Juncker plakátokkal kezdődött talán a főáramban ez a történet először, az nagyon régen volt. Az 2 EP választással ezelőtt, az 8 éve volt. Szóval, és ez nyilván ez nyomot hagy. És az egyértelmű nyom, amit kimutattunk, már egyébként nem most, hanem kb. Ez a 7-8 évvel ezelőttől, hogy volt egy elmozdulás a Fidesz szavazók esetében, ők kevésbé lettek EU-pártiak. Ugye ők annyira voltak pont EU-pártiak, mint az ellenzék 7-8 évvel, az ellenzéki szavazó 7-8 évvel ezelőtt, az első EU-s púrpárli óta. Vagy után, és az ők beestek kb. Olyan 50-50-re. Tehát felük az full EU barát, és Európa, másik felük viszont nem. Hogyha úgy tetszik, akkor a Fidesz megosztotta a saját EU barát táborát. De az, ugye itt aztán már veszélyesnek nevezhető a tendencia, pláne hogyha a választók Fidesz többségét veszük figyelembe. Igen, de ugye egy fontos dolgot el kell mondani, hogy ezzel párhuzamosan viszont a Jobbiknak a szavazótábora, ugye akkor sokkal nagyobb volt még, mint most, az viszont EU pártivá vált. És ugye itt két dolog van, amit el tudunk képzelni. Az egyik az, hogy mind a két pártnak a vezetője fordult. Ugye az Orbán, meg általában a Fidesz többsége az EU ellenessé vált. A Jobbik vezetősége, akkori vezetősége még 2 évvel korábban
a, hogy hívják azt a kedves drága, Novák Előd, EU-zászlót égetett Budapest központjában. Két évvel később a Jobbik az fordult, és egy EU-barát fordulat volt a Jobbikban. Ekkor a szavazók is fordultak, illetve feltételezhetjük, egyébként volt szavazócsere is részben ennek okán a két tábor között, az akkor egyébként kimutatható is volt. De a Jobbiknak a szavazótábora mára pontosan annyira EU-párti, mint az ellenzék többi részéje, beleértve mondjuk az MSZP-t. De betonult erre a helyre a Mi Hazánk, mármint az EU ellenesség. Kicsit bejött, igen, nyilvánvalóan az annyira nincsenek sokan, meg nyilván nagyon nagy az átjárás a Mi Hazánk meg a Fidesz szavazói között, de hogy ezt a kettő nagyjából kiütötte egymást, tehát kettő ellensúlyozta egymást, a Jobbiknak a full EU pártisága és mondjuk a 20% EU támogatásból 70% vagy 80% EU támogatával, vagy akár még nagyobb arányos EU támogatával vállás, illetve a Fidesz szavazók körében a 70-80-ról mondjuk az 5 felelemen is, ugye egy 20-25 pontos csökkenés ahhoz képest. Tehát ez a kettő nagyjából kibalanszolta egymást. Te egy kicsit zárjelbe tetted a Mi Hazánkat, miközben a közvéleménykutatások talán nálad is, azért úgy nagyjából a harmadik helyre helyezik. Nálam nem, de mondjuk a bejutás küszöbén van, tehát a bejutás, ahol egyébként ugye a választási eredménye is volt, nagyjából ott van. Ez egy figyelemre méltó eredmény, abban a számomra, hogy nyilván politikailag fontos, de nem gondolom azt, hogy ők kilépnének ebből a szintből, tehát ebből a 4-5-6% pontos támogatással bíró szintből. De térjünk vissza, mert ugye azért mégis ez az izgalmas, hogy ha irányt akarsz fölrajzolni, akkor ez a kormányzati politikában, a Fidesz politikában, Orbán politikájában, akkor ez a huxit felé, tehát a kilépés felé mutat, vagy inkább csak egy ilyesfajta rossz fiúság erősítése. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor kondicionálja, edzi a választóit arra, hogy a kilépés az nála opció. Független attól, hogy mondjuk látjuk, hogy mi történt Nagy-Britanniával, amikor kilépett, és mi történt bárki mással, ahol ennek a gondolata érdemben felmerült. Úgyis, mint hogy mondjuk gazdasági katasztrófa, ugye a briteknél most gazdasági csökkenés lesz ugye, az utolsó évben, hogy használjuk. Szóval, hogy meg ugye a fontnak a leértékelés, meg a briteknek a gazdasági vezető szerepének az elvesztése, tehát millió olyan belső elásztási, hétköznapi termékekkel kapcsolatos ellátási gondok, tehát sorolhatjuk, hogy mennyi minden gondot okoz, és most már ugye, hogyha ma lenne népszavazás, akkor ilyen, ha nem is kétharmad, de mondjuk az, hogy 60-40 arányba visszalépnének, vagy belépnének, vagy nem lépnének ki az EU-ból a brit polgárok. Szóval ennek én azt gondolom, hogy Orbán Viktor készíti fel a szavazó bázisát arra, hogy a kilépés az egy lehetőség. És ő ezt komolyan gondolja. Nem csak a felkészítés, hanem magát azt, hogy igen, hogy számára a kilépés egy lehetőség. Ugye neki volt egy tusnádfürdői beszéde, ahol ezt négyben elmondta, tavaly vagy tavaly előtt, ahol elmondta, hogy hát 2030-ra szerinte befizetők leszünk, hát befizetők leszünk, és ennek az a következménye, hogy akkor meg kell fontolni azt, hogy van-e értelme bellenni egy ilyen buliban, ahol ugye minket, magyarokat, ugye mindig nem mint kormány hivatkozik magára, hanem mint nemzet, hogy minket magyarokat csak csesztetnek, és hogy ez nekünk mennyire nem jó. Üzlet alapvetően a magyar közvéleménynek a mérésével foglalkozol, de azért érdekelne, hogy ha kinézünk a határainkon túl, ugye ez, amit Orbán Viktor gondol, annak az egyik alapköve lenne, hogy jövőre az Európa Parlamenti választáson átalakuljon az Európai Parlament és a bizottság is, és olyan emberek kerüljenek meghatározó szerepbe, akik ezek tehát a nemzeti gondolatokat erőltetik, tehát majd egy populista vonulat fog erősödni. Szerinted ez egy reális várakozás Orbán részéről? Én nem látom azt, hogy ezzel kapcsolatban érdemi áttörés lenne. Tehát, hogy el tudok képzelni pár százalék pontos ide-oda mozgásokat. Egyébként ide-odában azt értem, hogy adott esetben ez az irányzat még csökkenhet is, mert azért a háborúnak a folyamatait nem látjuk előre, és a reál folyamatok azt látjuk, hogy nagyon erősen befolyásolják a belpolitikát. Mondjuk egy ukrán hadisiker, vagy esetleg orosz hadisiker, az érdemben befolyásolhatja azt, hogy milyen erők és milyen módon kerülhetnek hatalomra, vagy érhetnek el jó vagy rossz eredményt az európai parlamenti választásokon. Ugye a tanácsnál számít a hatalomra kerülés. Szóval, hogy szerintem ez még totálisan megjósolhatatlan. Nagyon sok nagy kockázatú esemény lóg a levegőben, ugye például a maga háború, ami ezt a sztorit érdemben befolyásolja. Viszont az nyilván látszik, hogy a Fidesznek nem kell olyan nagyon aggódnia azért, hogy az európai parlamenti választásokon itthon nyere vagy sem.
Hát az ellenzék úgy tűnik, hogy megosztottan megy bele ebbe a meccsbe, és nem használja ki ezt a lehetőséget, hogy összefoghatna, és ezzel már csak az összefogással legalább egy vagy akár két mandátummal is többet szerezhetne, mert egyébként ugye úgy működik a matematikája az európai parlamenti választásoknak, hanem hát egy ilyen ellenzéken belüli belharcá, vagy hát igen, végülis belharcá fogja lefokozni az európai parlamenti választást. Adott esetben egyébként a belharchoz majd EP választásokkor párosulni fog összefogással néhány polgármester, vagy adott esetben főpolgármester, vagy közülisítő. De azt mondod, hogy ilyen megosztott lesz majd ez a, tehát hogy kényszerűen az önkormányzati választásokon összefognak helyenként, vagy legtöbb helyen, miközben az Európai Uniós választáson pedig külön-külön versenyeznek. Ugye egyrészt látunk tendenciákat, látunk trendeket, tehát vannak olyan pártok, aminek a politikusai nem győzik elmondani napról napra, hogy ők bizony külön indulnak. Itt beleértem a Jobbik toladékáig tartó tengelyen sok mindenkit. Azt lehet, hogy majd végén ők fognak egymással összefogni, de ez egy másik történet. De még azt is látom, nyilván a helyi szinten politizáló politikusokkal, meg a körülöttük lévő szakemberekkel beszélgetve, hogy a helyszínen azért sokkal józanabbak az emberek, és sokkal jobban látják az ő saját hatalmi és politikai érdekeket. Jászberény legalábbis erre utal. Többek, például Jászberény is erre utal, de hogy egyébként több regnáló polgármester, vagy több regnáló közülés is nagyjából kizárta azt, hogy ott bármiféle különzködés legyen, mert tudják, hogy az potenciálisan a véjüket jelenteti, hiszen nagyon sok ciklus voltak ellenzékben, és most végre tudnak dolgozni a választóikért, és tudják végezni azt a munkát, amit elképzeltek, és teljesen egyértelmű számukra, hogy bármiféle különzködés az a végét jelentheti. Ebből a szempontból jelent valamit tendenciáját tekintve, vagy a jövőt tekintve, ugye ez a minapi esemény, amikor is Gyurcsány Ferenc Szegeden kiállt Botka László mellett, nem csak valóságosan, hanem szimbolikusan is, hogy őt támogatják a következő önkormányzati választáson, és tudjuk, hogy ez a kapcsolat nem egészen ilyen bimbózó volt egy-két évvel ezelőtt. Igen, ott voltak legalábbis komoly döccenők, emlékezünk arra, hogy végül is szerintem Botkának a miniszterek jelenségét bekerült az, hogy ő szemem egy Gyurcsánnyal, és azt mondta, hogy Gyurcsány nélkül képzeli el az ő politikai hátországát, és ebből ennek okán az ő politikai jövőjét. Szerintem nagyjából egyébként ő ebbe bukott bele, azt gondolom, akkor erre nem volt mondjam, olyan válasza erre a problémára, ami kivezette volna őt ebből az őserdőből, amit magának generált. Látjuk, hogy a politika hogyan és miként fordul. Ez már annak a meccsnek az egyik eleme, az is egyébként... Nem szabad emlékeznünk, hogy mi történt egy-két évvel ezelőtt. Elnézést, hogy elmondtam, de hogy én tudom, hogy a politikai emlékezet az nagyon, nagyon rövid távú, de hát mégis ez történt. Ugye teszem hozzá azóta, ugye Botkának az MSZP-vel is egyébként sokkal jobb a viszonya, mint abban az időszakban volt, amikor ugye ott lényegében elvált, kilépett az MSZP-s, elváltak egymástól, hogy ott is van egy konszolidáció. Hogy mondjam, Azokon a helyeken, ahol a nagy politika, meg az országos nyilvánosság ereje, meg az országos plakátkampány, meg az országos propaganda az nem torzítja a valóságérzékelést, ott azért relatív jól látják az emberek, politikusok és a körülöttük lévő szakemberek, hogy mit és hogyan kell csinálni. Nem gondolom azt, hogy sehol sem lesz összecsapás, vagy rosszul csinálás. De azért az körvonalazódik, hogy legtöbb helyen tudják, hogy mi a feladatuk, és ők össze fognak fogni. Az országos politikában teljesen más a helyzet. A legutóbbi napokban az keltett vihart többek között az IDEA intézet felmérése. Tudom, hogy holló a hollónak nem válja ki a szemét, másik közönkutatót nem fog bírálni, vagy minősíteni semmilyen módon, tehát nem is ezt kérdezem tőled. De azt mindenképpen, hogy ugye erős kirohanások voltak tapasztalhatók politikai részről, Komjáti Imrén Facebook oldalán, Tóth Bertalan az ATV Egyenes Beszéd című műsorában minősítette a konkurens céget. Ők megtehetik. Igen, ők megtehetik. De azért az érdekes, mert az az IDEA intézet felmérése tulajdonképpen leszűkítette a versenyző pártokat, és kiejtette egy csomót, mondván, hogy azok törpe pártok, szinte esélyük sincsen. És az egyik kérdésem az, hogy ezek a felméréseknek lehet-e ilyen önbeteljesítő jóslat hatásuk? A tudománynak erről a kérdésről van egy álláspontja, és készült erről sok
kutatás, de nem, tehát olyan kutatás, hogy ilyen másodelemzés, megnézték, hogy, a, hogy, hogy esetleg befolyásolja-e, és ezeket rangos kiadványokba publikálták, és ezek, ezen nagy tanulmányoknak az eredője az az, hogy nem tudjuk. De hogy tényleg. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak... Vettél amikor... egy nagy levegőt, mondom, most jön a nagy bejelentés, nem tudjuk. De hogy, de hát, hogy, de hogy tehát az is konklúzió, ugye gyakran az is konklúzió, hogy nincs konklúzió. És most az a, az a, az a tudás, hogy, hogy vagy igen, vagy nem. És hogyha igen, akkor vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Tehát, hogy minden elképzelhető. Elképzelhető az is, hogy befolyásolja, az is, hogy nem befolyásolja, mert vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is, akkor ez nyilván nem befolyásolja. És az irány is kérdőjeles, van, amikor úgy befolyásolja, hogy igen, önbetesítő jóslat lesz, és igen, azok a pártok aztán tényleg megszűnnek, vagy éppen egy ellenkező hatást kelt, mert azoknak a pártoknak a szavazóbázisát megmozgatja, sőt, még másokat is oda vonz, mert bántják a kicsit, bántják, akiről azt gondoljuk, hogy kicsi, vagy nem tudom, védtelen egy ilyen helyzetben. Szóval... A szavazó lélektanak. Igen, tehát hogy a szavazó lélektanak ebben az esetben bármit kihozhat, bármit előhozhat. Ennek okán ugye gyakran felmerül az a kérdés, hogy akkor mi bizonyára majd manipulálunk ezekkel az adatokkal, meg az a célunk, hogy a válaszot manipuláljuk. Nem az. Mert hogy, nehogy, mi, mert, hogy nem is tudják, nehogy, hogy milyen nem hatást tudjuk, vált ki. Igen, nem tudjuk, hogy milyen hatást vált ki. Tehát, hogy valójában egyrészt nyilvánvalóan egy bizalomvesztés jelentene a szavazók meg a megrendelői kör irányába, másrészt pedig totálisnak kiszámíthatatlan a hatása a tudomány mai állása szerint. Ennek okán ilyen eszközzel nem igazán tanácsos élni, legalábbis a álmos könyvek szerint nem érdemes nem tanácsos élni. De akkor nézzük magát a tényt. Ugye Tóth Bertalan többek között a publikusra hivatkozott akkor, amikor a szocialista párt ideával szembeni népszerűségéről beszélt. Azt mondta, hogy nálatok egyébként például 5-6% közül. A biztos szavazók körében így van, nem csak nálunk egyébként, más méréseknél is. Mert az ide 1%-ot miért vagy kettőt? Hát igen, ugye tudni kell, hogy van egy módszertani különbség köztünk, ugye mi telefonon mérünk, ők pedig online mérnek. És ebben mi a különbség? Ez más demográfiát fed le. Tehát ugye online az nagyon nehéz reprezentatív mintát csinálni, azért mert van egy... De akkor ez nem is érvényes feltétlenül közönkutatásként. Ez a szakma elfogadja? Vannak kompromisszumokat kell hozni ezeknél a kutatásoknál, én azt gondolom. Országos reprezentatív kutatás szerintem nagyon nehéz csinálni online. Ugye a választóknak csak a kb. 75%-a van online, de ezeknek nem is mindegyike érdeklődik a politikai jelent, és nem feltétlenül kattint rá egy ilyen. Annyiban avassuk be a nézőt, hogy az általatok végzett közönkutatások, azok ugye mintákat keresnek, vidéki kis település, értelmiség és a többi. Mi a társadalom teljes egészét megpróbáljuk elérni, minden egyes pontot, és addig nem nyugszunk, amíg el nem érjük, tehát addig hívjuk az összes társadalmi csoportot, ameddig a megfelelő számú, azt a KSH mondja meg nekünk, abból számoljuk ki, a megfelelő számú válaszot el nem érjük. Ezt online nem lehet kivitelezni, mert bizonyos társadalmi réteg egyszerűen nincsenek fent az interneten, vagy teljesen elzárkóznak egy ilyen kutatás alól, míg a telefonon nem tudnak, mert proaktívan hívjuk fel őket, és nem mondják azt, hogy módszertani dolgokba mennék be, de azért ez fontos tudni, hogy például akik online végzik a közönkutatást, azok utólag súlyoznak? Hát igen, és ugye az a kérdés, hogy mekkora a súly. Mert mondjuk ugye mondjuk azt, hogy egy, amikor nem kell súlyozni, és az egytől való eltérés az, ami plusz-minusz arányban az, ami a súlyokat jelenti, és mondjuk egy 1,1 vagy egy 0,9-es súly, az hétköznapi, az kicsinek számít. De amikor mondjuk egy 0,5-ös vagy egy 1,5-ös, tehát 50%-kal tér el az adott válaszadónak a válaszának a súlya a többiéktől, az viszont nagyon nagynak számít, olyanokat mi nem szoktunk engedni. Tehát nálunk pár tized pontos eltérések lehetnek, és nyilván mi is csinálunk egyébként speciális esetekben online kutatásokat, és tudjuk, hogy ott azért nagyon vad dolgok elő tudnak fordulni. Ennek okán mi online országos reprezentatív kutatást nem is csinálunk, pont azért, mert az akkora módszertani kompromisszumokkal járna, amiket mi nem vállalunk be. De nyilvánvalóan különböző intézetek, különböző szakmai álláspontot fogalmak el ebben a kérdésben,
az is egy legitim álláspont, hogy valaki ezt bevállalja, mi ezt nem szoktuk bevállalni. Jó, tehát amit mondasz, abból nekem az derül ki, hogy tulajdonképpen már az is egy lépés a telefonos közvéleménykutatás a személyeshez képest. Sőt, egyébként tovább még szerintem a Covid óta a telefonos jobb, mint a személyesebb, hogyha ilyen rész, hát mert ugye akkor így elkezdték nem beengedni az embereket, a kérdezőbiztosokat, lényegében félelem okán, tehát egészségügyi félelem okán az embereknek a saját lakásukban, hogy ezek a lakásokban történnek ezek a kérdések általában, és aztán akkor elveszett a kérdezőbiztosoknak egy jó része, ugye nyilván nem volt munkájuk, nem elmentek dolgozni máshova, nyilván nem a kocsmában, mert ott sem volt munka, tehát hogy építőipar meg egyéb helyekre elmentek dolgozni, és nem igazán sikerült senkinek sem visszaépíteni a személyes kérdezői biztosi házatot, tehát van ott egy komoly munkaerő minőségromlás, és az embereknek a bizalma nem igazán tért vissza. Tehát, hogy még mondjuk 5 évvel ezelőtt mondhattuk azt, hogy a személyes, hát 5 évvel ezelőtt, igen, akkor még billegett, de mondjuk 10 évvel ezelőtt mondhattuk, hogy a személyes a legtutibb. Szerintem már a bátran kijelenthetjük, hogy a telefonos a legtutibb, a legpontosabb, potenciális legpontosabb választ adni képes módszertan. A következő a személyes, és azután a következő az online. De a nagy eséllyel nem is fog visszatérni most már akkor a személyes. Én nem látom, látom azt, hogy az rövid távon visszatérne. Még van, egyébként vannak hibrid megoldások, néha mi is alkalmazunk például Budapesten online telefonos hibrid megoldás, bizonyos társadalmi csoportokat nem tudunk elérni online, de elérjünk telefonon, másokat megfordítva, de ezek speciális helyzetek, az országos reprezentatív kutatásokra ez nem igazán vonatkoztatható. Ha az internet penetráció eléri majd a 100%-ot, nem fogja elérni. Nem fogja elérni, rövid. De a hipotézisként akkor lehet teljesen áttérni majd a... Akkor, hát igen, valószínűleg akkor át lehet térni, de ugye akkor is nagyon bonyolult, mert ugye ahhoz, hogy mondjuk valaki egy online reprezentatív kutatás, egy online kutatásban megválaszolni, egyrészt érdekel, rá kell kattintani a proaktívan, vagy pedig valamilyen nyeremény reményében. Ugye ez nagyon durván megszűrő az, hogy ki válaszol. Másrészt pedig neki, talán szokatlan, amit mondok, de neki funkcionális nem lehet analfabéta. Tehát ő neki tudnia kell, meg kell érteni, mit olvas. És a magyar társadalomnak a egyes kutatások szerint 20-40%-a kettő között van valahol a valóság, az funkcionális analfabéta. Tehát ő nem tudja, nem tud értően olvasni. És nem érti meg a kérdéseket. Tudják a nézőink megint, a funkcionális analfabéta nem azt jelenti, hogy nem tud olvasni, vagy nem tud nem írni, tud értően olvasni. Hanem érti. Nem érti meg azt, amit elolvas, így van, vagy nem a megfelelő, nem pontosan érti azt, amit elolvas. Még egy olyan hétköznapi esetben sem, amennyire mi igyekszünk hétköznapira megfogalmazni a kérdéseket. Én így vagyok egyébként a hivatalos iratokkal. Ott egy funkcionális alatt. Igen, de szerintem ők rátesznek erre néhány lapáttal, hogy ez cél, hogy lehetőleg ne is értsék. De nálunk az a cél, hogy mindenki értse. Kimondottan, tehát ez, hogyha már ilyen módszertani eladást tartok, kimondottan van egy olyan része a közönkutatásnak, egy olyan, meg kell tanulni, jól kérdezni. Tehát, hogy az egy nagyon, és az egy nagyon bonyolult dolog. Sok szempontból, egyrészt, hogy köznapi, és meg kell tudni ezeket olvasni, és ugye nekünk, hogy az operátorink felolvassák a kérdéseket a telefon, tehát azt az ember sokkal jobban megérti, vissza tudnak kérdezni. Van, aki válaszoljon nekik, tehát, hogy van nekünk egy csillabuszunk minden kérdőívhez, amit odaadunk az operátoroknak, hogyha ő egy ilyen kérdés, arra mit kell válaszolni. Szóval, hogy ez telefonon sokkal, már csak a funkcionális analfabetizmus magas aránya miatt is telefonon sokkal pontosabb. Szóval, hogy az a kérdés, hogyha lesz egyszer 100%-os netpenetráció, ami szerintem nem lesz a közeljövőben, egyébként már csak azért is, mert nem tudja mindenki elolvasni, amit az interneten olvas, tehát azért csak azért sem lesz, de akkor sem lesz szerintem Magyarországon, lehet, hogy Luxemburgban lehet, csak mondtam valami országot, ahol nagyon magas a, onnan nincsenek funkcionális analfabéták, lényegében nincsenek funkcionális analfabéták, de hogy Magyarországon addig, ameddig nem szüntetjük meg a funkcionális analfabétumus, már pedig az oktatásnak a helyzet az nem abban az irányba mozog, hogy mindenki számára egységesen magas szintű oktatást nyújtson, és minél tovább bent tartsa az iskolarendszerbe, és megtanítsa őket az alapkészségekre, láss például olvasni, addig ez nem lesz így beáltató időn belül. Tehát én azt gondolom, az elkezdődő 20-30 évben ez nem egy valódi opció. Már pedig ők is szavaznak, ugye ez egy fontos dolog, tehát hogy fontos a felvételi visszatérnék egyébként a témánk első felére, amit ugye megkarcoltunk, de azért érdekelne, hogy mit mértek tulajdonképpen, hogy miként gondolkodik a magyar lakosság
az orosz agresszióról, az ukrán háborúról, egyáltalán hogyan gondolkodnak erről, milyen kérdéseket tesztek föl ezzel kapcsolatban, és mik a válaszok? Nyilván megkérdezzük a szokásos kérdést, hogy agressziónak gondolják-e az adott helyzetet. A többség most már agressziónak gondolja, teszem az előző méréshez képest, ami 2 vagy 3 hónap ezelőtt volt, ahhoz képest egy némi csökkenést tapasztalunk újra. Annak ellenére, hogy most már a Fidesz folyamatosan... Most már a Fidesz is azt, Fidesznek is azt kell mondania, hogy agresszió, így van. De nyilván ugye ezt a hétköznapi csatornákon mondják, ezt a saját csatornákon ott teljesen más mondanak. Tehát ugye a Fidesznek a kommunikációja az legalábbis két irányú ezen a fronton. Van, amit elvárnak a mainstream irányba tőle a szövetségesei, lásd NATO és EU, meg gondolom az ukrán fél is. Ők ott egy ilyen felhigított, de mégiscsak EU-konform kommunikációt folytatnak. A cselekvésük ezzel totálisan szembe megy, természetesen, illetve amit a saját csatornáikon a saját választóiknak mondanak, meg nem csak a saját választóknak, hanem a saját csatornáikat fogyasztó más választóknak is mondanak, az viszont teljesen orosz barát és teljesen ukrán ellenes, és teljesen szembe megy az egyébkénti kommunikáció, és ennek van hatása. Tehát, és ugye nyilván ekkor kerültek ki a brüsszelezős plakátok, meg ugye a szankciós plakátok, aminek a beszélgetésünk elején ugye az EU-s viszonyra is volt hatása, tehát én azt gondolom, hogy az is rontotta az EU képet, az EU megítélését, hogy ezek a plakátok kikerültek, és az orosz-ukrán viszonyrendszerben is az orosz barátabb irányba terelte vissza az embereknek a gondolkodását, és ezt a működtetésünk visszaigazolja. Tehát még volt egy orosz barát, bocsánat, volt egy ukrán barát fordulat az elmúlt, hát nagyjából az első egy évében a háborúnak. Ukrán barátként kezdtünk, aztán utána nagyon gyorsan elmentünk orosz barátba, és aztán kb. Egy negyed év alatt, és utána szépen lassan elkezdett épülni az ukrán barát fordulat. Na most ott van egy enyhe visszafordulás, vagy legalábbis megtorpanás lenne egy plató ebben az ukrán barátságban, és ezt elsősorban ezeknek a propagandisztikus elemeknek tudom be, amit a kormány most már szisztematikusan alkalmaz a saját nyilvánosságában, illetve az utcákon és más egyéb csatornákon. De ez akkor hova konkludálhat? Mi lehet ennek a végeredménye? Nyilván nem befolyásolja tulajdonképpen magát a háború menetét, mint ahogy Orbán Viktornak a béke kívánsága se tör ki azonnali béke tárgyalásokban. De azért... Igen, attól, hogy Orbán Viktor megalapítja a béketábort, ugye még nem lesz béke, ahogy azt szokták mondani régen a Szovjetunióban, de szerintem ugye van a kormánynak egy politikai agendája, és neki az a célja, hogy a választók hasonlóképpen gondolkodjanak, és szembe ment a választók gondolkodása ezzel az agendával az elmúlt, hát körülbelül fél évben, 3-4 évben, majd most elkezdett hozzá közeledni. És ezzel ők azt gondolják, azt képzeljük, hogy ezeket a, erősebb felhatalmazás mellett tudják képviselni ezeket a gondolatokat szerteszét, akár itthon is, akár pedig külföldön. Igen, de ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy Orbán Viktor kényekedve szerint pofozza olyan irányba, amelybe akarja a saját táborát. Hát a saját táborát azt lényegében igen. Van néhány kivétel, amikor ezt nem tudta megtenni, vagy érdemben tudta megtenni. Mondjuk például az EU ellenségben csak a táborának a felét sikerült abban az irányba. A felének a fele előtte is olyan volt, de mondjuk a felének a másik felét azt át tudta, egy negyedét át tudta állítani abba az irányba. Igen, ő a saját táborát nagyon hatékonyan tudja mozgatni, nem minden esetben, tehát tudunk azért sok kivételt mondani, mint a CEU kipatárolás esetében se tudta egyébként, most így eszembe jutott egy. Tehát hogy a MOK meg az orvosok tiltakozása esetében se tudta, ugye ott is sokan gondolják, a többség kétharmad azt gondolja, hogy az orvosoknak van igaza ebben a meccsben, ebben a Fidesz szavazóknak a többsége is egyébként benne van. Tehát hogy van egy csomó olyan, ugye, amiben nem tudta a tanárok esetében sem tudta, de hogy ugye ezeket a hétköznapi politizáson mindig felülírja, és az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazza, aztán alkalmazva szépen ledarálja ezeket a politikai. Végezetül a mostani párpreferencia méréseteknek van-e érvényes kihatása vagy következtetése a jövő évi választásokra kapcsolatban? Szerintem ott mi nem tartunk, hogy ezzel kapcsolatban bármit is ki tudjunk jelenteni. Nyilvánvalóan készülünk rá, olyan szemben, hogy elkezdtük tudatosan vizsgálni azt, hogy mi várható, és teszünk fel már az EP választásra kapcsolatos kérdéseket, meg bizonyos esetekben települési kutatások esetében az önkormányzati választásokra vonatkozó kérdéseket, de maximum csak ilyen startvonalat lehet még felrajzolni, de a startvonalból indulva, ha nem is mindenkinek van ugyanannyi esélye nyerni, de hogy sokaknak van esélye nyerni. Akkor majd versenybe beszállunk mi is. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál önöknek, és köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.